Hatalmas táblák hirdetik, hogy a volt laktanya helyén hamarosan tudásközpont épül Szekszárdon. A Modern Városok Program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap majd helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és levéltár. Ezen kívül előadó, oktató, kiállító termeket is kialakítanak benne. Azt, hogy pontosan hogy fog majd kinézni a tudásközpont, mikorra készül el, hány szinten és hol foglal majd el helyet benne a könyvtár, mennyi parkolóhely lesz, és hol lehet majd bemenni, mindez megtudható méghozzá egy kiállításnak köszönhetően, amit a szekszárdi Garai téren lehet megtekinteni. A könyvtár igazgatója azt mondja, az épületben helyet kapó világos nagy terek a könyvtári szolgáltatásoknak kedveznek majd. Ennek az épületnek vannak közös használatú terei, a levéltárral közösen használatú tereje, ebben van egy 200 fős nagy előadóterem, egy 50 fős multifunkcionális terem, két 10 fős oktatóterem, kávézó, büfé, egy könyvesbolt, tehát számos olyan dolog, amitől az egésznek lesz egy ilyen, hát hogy nem rossz ez a szó, hogy pláza hangulata, tehát hogy lehet benne jól érezni magát az embernek. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt emelte ki, a tudásközpont a megyeszékhely szerepét erősíti majd, csak úgy, mint a többi Modern Városok Program forrásaiból megvalósuló beruházás. Az uszlának az építése már zajlik tulajdonképpen. A rekreációs központ és a sportcsarnoknál ott a sporttelepen való helyezés elhelyezkedésre fog születni hamarosan egy javaslat. Ennek az előkészülete már megkezdődtek, a szállodánál az épületnek a megvásárlására már rámondta a tulajdonos, az igent a magyar államról van szó egyébként. Egy kicsit hosszabb időt vett igénybe a Gemenci Ökocentrumnak a tanulmányának az elkészítése, hogy így fogalmazok, hiszen többször átdolgoztuk a turisztikai ügynökség kéréseinek megfelelően, az is lezárult. Az új ipari park kialakítása is zajlik, a közműveket kiépítették. Szekszárdon egyébként közel 60 milliárd forint értékben zajlanak majd fejlesztések a Modern Városok Programnak köszönhetően.